Nincs nap, hogy a Magyar Nemzeti Bankról valamilyen botrány ki ne derüljön. De vannak jó hírek is. Számomra egy jó hír a mai napon, hogy a fővárosi ítélőtábla mai jogerős ítéletével egy újabb pert nyertem meg a Magyar Nemzeti Bankkal szemben. A Maszóban kihirdetett jogerős ítélet szerint a Magyar Nemzeti Bank köteles 15 napon belül részemre megküldeni, illetve nyilvánossá tenni azokat a tájékoztatókat, amelyet a felügyelőbizottságnak készített az ingatlan vásárlásokkal kapcsolatban. Ezzel tehát teljes lesz a kép. A kép a sajnos viszont egyáltalán nem rózsás, sőt kifejezetten felháborító. Az általam már korábban kiperelt iratok alapján megállapítható, hogy az ingatlan vásárlások esetében az értékbecslések zömét egyetlen cég intézte, méghozzá lényegesen magasabb áron, mint ahogy az első ajánlatában ez szerepel. Az értékbecslések hitelességét megkérdőjelezi, hogy a dokumentumokból megállapítható, hogy az értékbecslésnek nagyjából az egynegyede az nem saját munka, hanem a Wikipédiából és más internetes portálokról leszedett szó szerinti forrás megjelölés nélküli idézet. Ugyanakkor még ilyen körülmények között sem vállalt az értékbecslő garanciát arra, hogy minden adat, ami alapján az értékbecslést elkészítette, az megfelel a valóságnak, ezért garanciát az értékbecslésre vonatkozóan nem vállalt. Ez önmagában botrányos. Az Eiffel Palasz esetében ez egyetlen kakukktojás, pedig Frócsányi miniszter úr ügyvédi irodája közreműködésével egy nemzetközi hírű cég készítette el az értékbecslést. Ennek az értékbecslésnek két szépséghibája van. Az egyik, hogy kifejezetten a Magyar Nemzeti Bank szempontrendszere alapján készítették el. A másik szépséghibája pedig az, hogy nem az ingatlan forgalmi, hanem úgynevezett befektető értékére kaptak megrendelést. Így tulajdonképpen nem az volt a cél, hogy a Magyar Nemzeti Bank a működéséhez a lehető legolcsóbban vásároljon közpénzből egy irodaházat, hanem az volt a cél, hogy minél nagyobb befektetési értéknek feleljen meg az ingatlan. Ennek is köszönhető, hogy lényegesen magasabban vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank ezt az irodaházat, mint ami egyébként annak a tényleges korábban meghirdetett forgalmi értéke. Szintén a Magyar Nemzeti Bank körüli botránysorozathoz tartozik, hogy most már a sikkasztás bűncselekményének alapos gyanúja is felmerül az alapítványi működésekkel kapcsolatban, illetve a közbeszerzési döntőbizottság több tízmilliós bírságot volt kénytelen kiróni. Egyébként ezt közpénzből fogja a Magyar Nemzeti Bank fizetni a Magyar Nemzeti Bank alapítványaira. És szintén egy friss hír, hogy a monetáris tanács egyik tagja lemondott, mert kormány megbízatást kap. Ezzel viszont a monetáris tanács működése törvénytelenné vált. A törvényi rendelkezések világosak. A monetáris tanácson belül az elnök és az alelnökök száma nem érheti el a külső tagok számát, már pedig most pontosan ez a helyzet. Az alelnökökkel és az elnökkel együtt 4 belső tagja és 4 külső tagja van a monetáris tanácsnak. Törvényes rendelkezések szerint ez a monetáris tanács semmilyen döntést ezek alapján nem hozhat meg, addig, amíg a törvényesség helyre nem áll. Matolcsy György egyébként megtette a kezdeményezését, hogy egy taggal pótolják a monetáris tanácsot. A mi javaslatunk az, hogy ennél sokkal egyszerűbben helyre lehetne állítani a Nemzeti Bank és a monetáris tanács működésének törvényességét Matolcsy György lemondásával. Mi a magunk részéről ezt javasoljuk.